Karaba Lászlóné, Rományiné Dobrocsi Stefánia és Mohácsi Lászlóné a stúdió vendégeim, ők a tíznapos tábor szervezői. Köszöntöm Önöket a stúdióban. Köszönjük szépen, és a kívánatot kívánok. Hogy én 1094-ben keresett meg engem a József atya és az akkor megválasztott polgármester asszony Magdi, hogy szeretnénk-e részt venni a tíznapos kiránduláson, a gyerekek ellátásába segíteni. Hát természetesen igen mondtunk. Az akkori csapat volt a Stefinek az édesapja, Lajos bácsi, Zsuzsi Karapáné, a testvérem a Marci, a Kökényesi Évike, Jánváriné a polgármester, és a barátnőm a Teri, aki a szakácsnő volt, és én, mint élelmezés vezető, így indult el 94-ben ez a tíznapos tábor. Akkor hány fővel volt a tábor? Hát 60-70 fővel indult. Akkor az nagyon nagy előkészületet igényelhet. Igen, igen. Hát már mi egy hónappal előtte készültünk, összeírtuk az étlapokat, menüket, hogy majd mit fogunk főzni a gyerekeknek, mert a gyerekek, akik ott voltak, ugye óvodásaink, iskolásaink voltak, menzásaink, ezek ismerték a mi főztünket, a mi ízeinket, és igyekeztünk nekik mindig azt nyújtani, hogy megfelelő legyen, mert az igényeket, a kívánságműsort csináltunk nekik. Még az is volt. És Önök mikor csatlakoztak a táborhoz? Én, ahogy Mancika is mondta, szintén 94-ben ennek a meghívásnak elegettéve. Hát akkor kicsit más, az én helyzetem nagyon könnyű a mostani táborokra visszagondolva, hiszen egy profi csapatba kerültem bele, ahol volt velünk élelmezésvezető és szakácsnő, nekünk csak a kezük alá kellett tulajdonképpen dolgozni, és nagyon jól megértettük egymást, nagyon sok mindent tanultunk, olyan ételeket elkészíteni, amit addig otthon a családunknak nem igazán készítettünk, és nem is a főzésen van itt a hangsúly, hanem a létszámnak megfelelő adagoknak a megfelelő elkészítéséről. Tehát kevéssel legyen, elég legyen. És nagyon-nagyon sokat tanultunk, és ezért most már ez a mostani csapat nyugodtan bemeri vállalni ezeket a táborokat és a gyerekek ellátását. A jelenlegi csapatunk 10 éve van most együtt, most már 4-en vagyunk, amikor 60-70-es létszám volt, akkor azért a konyhán is többen voltunk, de most hát a gyerekek is van, azért a 40-50-es létszámmal most is vagyunk, de ez a 4 fő, ez a törzsgárda. Természetesen vannak velünk fiatal anyukák, akik ha szükséges, besegítenek, és ahogy a fiatalok már elmondták, az előkészítő csoport az a kezünk alá dolgozik, nekünk csak az a feladatunk, hogy az ételt megfőzzük. Azért 4 embernek főzni 60-70 emberre, ez egy óriási feladat lesz. Tehát gondolom akkor reggeli, ebéd, vacsora, de talán van 10 órai is, és valami délutáni kis uzsonna is. Hogyan lehet másra gondolni, mint arra, hogy mindenki jól lakjon és elég legyen? Hát ezt megelőzi már előtte, már összerakjuk az étrendeket a programoknak megfelelően, hogyha kirándulós nap van, akkor nyilván kell készíteni nekik csomagot, amit napközben el tudnak fogyasztani a kirándulás alatt, és akkor csak a vacsorát kell, meleget készíteni nekik, de ezt ugye nyilván elő kell nekünk készülni ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni, mire hazaérnek. De többnyire mi is részt veszünk velük a kirándulásokon, a napi programokon, úgyhogy meg tudjuk úgy szervezni, hogy részesei tudunk lenni így a tábor életének mi is, nem csak azért dolgozunk. Hogyan lehet ezt megszervezni, hogy az ételrovására se menjen, de azért a szórakoztató és lelki programokon is ott tudjanak lenni? Hát a nap az ugye mindig úgy kezdődik, hogy reggeli áhítattal. Azon mindenképpen azt nem hagyjuk ki, azon mindig részt veszünk.
Előtte, hát mi korábban természetesen fölkelünk, addigra elkészítjük a reggelit. Ha 6 órás napuk van, akkor bőséges reggelit próbálunk készíteni, illetve tartalmasabbat, olyat, amivel kibírják az esti főétkezésig az étkezési csomagból pótolva, vagy enyhítve az éhségüket. Részt veszünk ezen a reggeli áhítaton, ha olyan a kirándulás vagy a program, akkor, illetve ez mindig úgy van, hogy mi autóval, Stefika a sofőrünk, beülünk mellé 3-an, és akkor mi, amikor úgy gondoljuk, hogy a vacsora készítéshez el kell haza indulnunk, akkor mi beülünk az autóba, elmegyünk, és a gyerekeket terített asztallal, meleg vacsorával várjuk, amiért ők nagyon hálásak. Vannak kifejezetten tábori ételek? A mi időnkben 13 év alatt nem múlhatott el tábor, töltött paprikát imádták a gyerekek. A badasmártást a krokettel, ők úgy hívták, hogy krumpli baba, a palacsinta, a lángos, a fánk nélkül, a tejbegrészt, ők mindig mondták, hogy olyat nem tudnak otthon főzni, mint amit a táborokban főzünk nekik, úgyhogy ezek most aztán nem tudom, hogy mik a mostani. Hát ezekből az ételekből megmaradt a badas, a krokettel, és a krumpli babának hívják a gyerekek, ami a legnagyobb mennyiség, amit csináltunk, az 1000 darab krumpli baba volt, ami ugye saját készítéssel, kézzel csináltuk, és akkor is 5-en voltunk a konyhán. Pont ezen gondolkoztam, hogy egy ekkora tábornak hány palacsintát kell kisütni, például, hogy mindenki jól. Azt hiszem 300 volt a legtöbb, amit megsütöttünk Herceghúton, emlékszem. Igen. Ugye az, hogy milyen étel tudunk elkészíteni, az azért a körülményektől is függ elsősorban. Mert ha egy tágasabb, felszereltebb konyhát kapunk, akkor ott azért az ételeket könnyebb elkészíteni. Tehát például a krumpli babát azt nem tudjuk mindenütt elkészíteni, meg a palacsintát sem biztos, ha egy gáztűzhelyünk van, amögén a körül nem tudunk 4-en hozzáállni, mert egy palacsinta sütővel 2 napig se tudnánk a szükséges mennyiséget előállítani. De mindig megoldjuk, tehát hálásak a gyerekek mindig azért, amit főzünk, és próbálunk a kedvükbe járni. És ott vannak 20-30 éve a táborban, és visszajárnak, és mégis ennyi mindent készítenek, úgyhogy ennek biztos van valami titka. Mit adott önöknek ez a 10 napos tábor? Hát, ha mondhatnám azt egy szóval, hogy mindent. Ott mi annyira feltöltődünk, hogy ugye indul a tábor, 6 órakor Bercerről indulás, a következő falunál, mikor 8-9 órakor odaérkezünk, az atya már előre megbeszélte ott az ottani atyával, kezdődik a mise, gyónunk, áldozunk, innen kezdődik a lelki feltöltődésünk. Ezt elmondani szinte, tehát azt át kell élni. Nekem egy olyan élményem volt, hogy a 10 napos táborból hazaérve 2 nap múlva kizáródott sérben volt. Kórház, műtét, intenzív osztály. És kikerültem az intenzívre, a családomnak azt mondta a főorvos úr, hogy 5 nap az idő, hogy vagy jobbra, vagy balra fordul az életem. 2 nap múlva már kezdtem éledezni, és egy dal volt, és ott lélegzel a fákban, ott mosolyogsz a virágban, és ezt a 2 mondatot tudtam, a többinek meg csak a dallamát dúdoltam. Egyszer meghallottam József atyát, mert egy másik berceli asszonyka is volt az intenzív osztályon, és meghallottam az atya hangját, hogy édes Istenem, csak tudja az atya, hogy én is itt fekszek bent az osztályon, hiszen most jöttünk haza, tudni kell rólam. És tudott az atya rólam, eljött oda az én ágyamhoz is, és mondtam neki, atya, én csak ezt a 2 verszakot tudom, vagyis mondatot tudom az énekből, atya, énekeljük el együtt.
és ezt elénekeltük együtt, és ez azótától az atyának is, meg nekem is ez az ének, és ez éltetett, és állítom, hogy a gyógyulásomat, a gyors gyógyulásomat az ottani feltöltött lélekkel hazajövetel segítette elő. Nagyon szép, nagyon kedves, köszönjük szépen, hogy elmondta. Önöknek is van valami hasonló megrendítő élmény, vagy maga az a tudat, hogy 30 éve ott vannak és visszajárnak, ez nagy erőt ad? Hát igen, igen, azt hiszem, hogy mindegyikünknek van életre szóló barátságok köttetnek ott ebben a táborban, nem csak a gyerekek, hanem úgy gondolom a felnőttek között is, mert ugyanúgy, ahogy József atya elmondta, több egyházközség területéről táborozunk, tehát most meg, hogy atyát elhelyezték Rimócra, most már még onnan is hoz táborozókat, és ott is vannak nagyon kedves emberek, családok, akik szívesen eljönnek, részt vesznek ebbe a táborba, és olyan kapcsolat alakul ki közöttünk, mintha mindig együtt lettünk volna, és ez nem szakad meg utána se. Ha valamelyikünknek szüksége van a másikra, bármikor megtaláljuk, jóban, rosszban segítjük egymást, és olyan életre szóló élményeket a kirándulások, túrázások kapcsán, ahova talán a családjainkkal nem jutnánk el, vagy ha el is jutnánk, teljesen más lelkületben élnénk meg ezeket az élményeket. Valamint számomra még bizakodást ad ez a tábor, hogy vannak még hitüket gyakorló aktív fiatalok és gyermekek, akikre lehet számítani, akár közösségépítésben és ezen túl, illetve ezzel összefüggésben egyházunk építésében. És én nagyon-nagyon bízom ebben, hogy ez a közösség, ez nagyon sokáig meg fog maradni, és együtt lehetünk, kiszolgálhatjuk még a gyerekeket nagyon sokáig. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk. Köszönjük a lehetőséget.